Szépen sorban vonulnak az alsós gyerekek az alsóvárosi körúton található egyházi iskola aulájában. Velük együtt érkeztek meg azok az írószercsomagok is, amelyek leveszik a tanévkezdés nehéz terheinek egy részét a szülők válláról. Jó újság, hogy vagytok? Jó! Emelje már fel a kezét, aki szereti az iskolát. Ó, tehát itt csupa jó gyerek van. Szitka Péter polgármester személyesen látogatott el a Tompa Mihály iskolába, hogy átadhassa a harmadikos diákoknak a nekik járó tanszercsomagot. Na fiatalok, egyesével idejöttök, és akkor megkapjátok tőlem. Gyere, te kezded, jó? Használd egészséggel! Pedagógusként is nagy segítségnek látom ezt, mivel nagyon hasznos dolgokat kapnak a gyerekek, fel tudjuk használni. És mint szülőként is látom, mert két gyermekemet indítottam útnak az iskolába, és lehet a férjemmel, és nagyon-nagyon-nagyon sokat költ ilyenkor az ember, nagyon megterhelő egy évkezdés, és szerintem minden szülő nagyon örül egy ilyen csomagnak. Hasznos és jó is, és a legjobban a gyerekek örülnek, hogy valami ajándékot kaphattak a városvezetéstől. Idén Kazincz Barcika város önkormányzata minden általános iskolás diáknak eljuttatott egy tanszercsomagot, amely korosztályonként más-más eszközöket tartalmaz. Ceruza, festék, filctól, füzetek. A pedagógusokkal egyeztetett olyan csomagot kapnak, amely azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos lesz a tanév folyamán. Hát látható egyébként, hogy mind a gyerekek, mind a szülők kitörő örömmel fogadják, ami azt gondolom, hogy értem mondja velünk azt, hogy az elkövetkezendő időszakban is ebből egy hagyományt szeretnénk teremteni. Várjuk a visszajelzéseket, hogy a csomag mi az, amit adott esetben még tartalmazzon, és ezekkel majd az elkövetkezendőkben igyekszünk bővíteni is majd. A 2023-24-es tanév kezdetekor összesen 2400 csomag került kiosztásra a kazincbarcikai általános iskolákban.